Most már ez is megy. Hey, 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 hey. Skibidi wapapa! Hipa, hipa. Na, az meg a másik. Szevasztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Mai kibeszélőbe elhoztunk nektek a Tallah című zenekar. Tallah. Tallah. Ahmed. Ahmed. T-A-L-L. Igen. Csak egyébként ezt sokszor nem mondjuk el, hogy Tallah, mert lehet, hogy letiltja a YouTube, hogy ja. Itt azért... Tallah. Szóval tudtunkkal ez a debüt lemeze. Igen. A bandának Matrifágia. És... Matrifagi. És valószínűleg nem is nagyon foglalkoztunk volna vele, ha csak... Ha nem Max Portnoy dobolna. Így van. Aki ugye Mike Portnoy fia és a kis... Effekt címparkját róla nevezte el annó, amikor még kis pár éves kis lurkó gyerek voltam, a kis Max. Maxi, így van. Most már egy kibaszott beteg dobos lett. Igen. És ő volt a fő potenciál ennek a csapatnak a zenéjében, számra illetve a fő vonzerő ennek a csapatnak a zenéjében. Más stílusban dobol, mint az apja, más hatásai vannak, mint az apjának, de nem kisebb dobos. De technikailag ő is, hát még kapkodósan. Ja, eléggé. De ki fogja fordni magát, hát még a fiatalos év még viszi. Igen, egészen Szentendréig. Jaj, de szél. Gyönyörű. De ha már a beteget említetted, akkor mondjuk azt, hogy az egész beteg. Az egész lemez beteg. De igen, hát, hogy igen. Úgy az elejétől a végéig. Igen. Ők ugye Nukornak hívják magukat, tehát ők az ezredforduló környéki Slipknot, Korn, Kiss Mudvayne, ő szerintük Linkin Park is. Az mondjuk kurvára nem szerintem. Igen, az annyira nem hallatszott, de ő szerintük az is, és ebben van valami. Tehát lényegében, hogy én azt írtam fel magamnak először a lemezzel kapcsolatban, amikor először végigment, hogyha a Slipknot debüt 2020-ban jönne ki, akkor épp ilyen lenne valószínűleg. Igen. Plusz még egy-két refén. Hát még egy Corey Taylor, igen, de... Igen. De igen. És nem csak ez a betegra, de egyébként annyira hozza a Slipknotot helyenként, hogy én konkrétan a harmadik dalnál szem felüvöltöttem, hogy jé, ez a Surfacing. Tehát, hogy konkrétan a Én azt konkrétan ott, mikor bejött az effektekkel, meg mindennel, mondom, hát ez bazd meg, ez plágium, tehát hogy na a gyerekek. Igen, meg konkrétan ugye a korai Jordison a pergő, a full a dobhangzás. Ja, hát meg a gitárok is. Meg néhol a dobolás is full a korai Jordison érát idézi. Meg szerintem a gitárok is ugyanúgy bén vannak, és teljesen ugyanaz, mint anno a Slipknot volt. Biztosan. Ezt én nem tudom megmondani. És... Mit akartam még mondani? A betegségre akartam még rákötni, hogy nem csak maga a zene beteg, meg nem csak az, ahogy előadják, hanem konkrétan ennek az albumnak a mondani valója, a sztoria beteg. Ugyanis arról szól az album, hogy egy túlféltő anya hogy tudja annyira elzárni a világtól a saját gyermekét, hogy az gyakorlatilag az őrületbe taszítja a gyereket. Uh-huh, uh-huh. És hogy ebből az egészből hogy lehet kikecmeregni. Ezt már nem lövöm le, mert egyébként van poén a lemez végén, még ha nem is túl vicces, de van poén. És tehát, hogy akinek az agyából egy ilyesmi kipattan, szerintem az alapból nem biztos. Lehet, hogy a Waldmannal egyébként előtte így megbeszélte ezt a koncepciót, hogy nem tudom, mert lehet. Ő tudnám még így előcitálni. És a másik meg az, hogy csak nézni ne kelljen ezt az embert. És most itt az énekes Justin Bonitzról beszélek. Tehát a hiperaktivitása, amit a klippekben mutat, és én azt írtam föl róla, hogy scarier than Jason Voorhees at a campfire, ugyanis a Newfound Glory-nak volt egy ilyen dala a legutóbbi lemezén, aminek ez volt a címe, és pont arra jött most ki egy klip, és konkrétan ez jutott eszembe az énekesről, a Tallahnak az énekeséről. Hogy konkrétan így ránézek a csávóra, és én jobban félek tőle, mint a Slipknottól 2000-ben, pedig attól a maszkoktól én rettegtem, bazd meg. Konkrétan nem mertem a Spirit Out-nak a klipjét megnézni.
annyira rettegtem. Jó, de azért tegyük hozzá azt is, hogy van olyan zenekar, ahol ez ugyanez a ripacskodás neked nagyon bejön. Melyikre gondolok? Fever 333-ra gondolok. De ott is, egy ugyanilyen ripacs az énekes. Jó, ott nincs, ott azért ennél kevésbé beteg a zene. Meg kevésbé betegebb dallamok vannak. Nem. Ott kevésbé betegebb az, amiket beszéltem. De mindegy. De nem tudom, tehát hogy lehet, hogy azért, mert a Jason Butler-t azt már úgy évtizedek óta látom, és nézem, és értem, és átérzem, és mit tudom én, uh-huh. De hogy ezzel az előadásmóddal, ezzel a mondani valóval, és ezzel a körítéssel, én kolyak félek attól az embertől. Igen. Jó, azért azt mondjuk el róla, hogy kicsoda, tehát, hogy ja, onnan lehet ismerni, ami nem a Tallah. Igen, ő egyébként egy youtuber, igen, aki a különböző scream típusokra ilyen online videó lessonöket csinál. Igen, és egy csomó ember írta egyébként a klippek alá, hogy rajta és a videóin keresztül tanult meg screamelni, és erre mondtad az előbb. A saját magát nem sikerült megtanítania. Nem, egyébként nagyon változatos az, amit csinál, és ezt aláírom, hogy nagyon változatos. Nagyon sajnálom, hogy nincs egy jó tisztája. Tehát az kurvára hiányzik el, hogy egy kicsit balanszolja ezt a mérhetetlen betegséget, amit képvisel. Igen, tehát nagyon, ez a másik, amit fölírtam egyébként, hogy még az ének témák, azok a legbetegebbek az egész lemezen. Az egész lemeznek ugye a storyból fakadóan is van egy nyomasztó, füllesztő aurája, igen, tehát hogy igen. Maga alá húz a lemez, mert borzasztó beteg. Igen. Egybe, embert próbáló egyben végighallgatni, ilyen szempontból meg az Iowa-hoz tudom hasonlítani. Igen, maximálisan. Ezt is egyben nagyon embert próbáló végighallgatni, mert jönnek a nyomasztónál nyomasztóbb dalok, és ahol még van tisztája ennek a csávónak, például Overconfidence, Placenta, Weed Sad, most hirtelen ezek jutnak eszembe, még ott is full ilyen kitekert, beteg dallamokat használ, és én nem is tudok még egy ilyen megközelítésről a szintéren. Most így nem, ahogy próbálom pörgetni, de nem igazán jut eszembe még egy ilyen zenekar, ahol ennyire fullba tolják a beteget. Most nekem se hirtelen. Tehát még a Code Orange. Tehát igen, ő náluk igen. Talán még volt hasonló de, idén, de... De ott meg ami van dallam, az tényleg jó. Például a Sulfur Surroundingban ott gyönyörű dallamok vannak. Itt meg talán a Silo-t leszámítva nem találsz olyat. Aha, igen. A Silo az, ami kicsit lazább énekileg. Még a verze is. Silo. Meg a ref... Silo. De Silo-nak mondja, nem? Tudom, igen. Na minden, azt hittem, hogy... De mondjuk el azt, hogy tele van a lemez ritmikai finomságokkal. Nagyon. Hirtelen belassulnak. Vagy gyorsulnak, tök hirtelen. Annyi tört ütem talán nincsen, mint ahogy... Nem. Mint ahogy Mike Portnoy-os, tehát a Portnoy névből várnánk, ugye? Persze. Viszont effektek jönnek szembe minden második sarkon lényegében. Igen. És van olyan, ahol a gitárszólónak kellett volna lennie. És azt hittem a Limp Bizkit, mert a DJ letáll, így elkezdte húzogatni a húzogatni valót. Igen. És az van szóló helyett. A scratch szóló van. Konkrétan, bazdmeg. Scratch szóló, de gyönyörű szép. Scratch szóló. És így tényleg... Egybehallgatva nekem átjön a lemez, külön-külön, mikor csepegtették a zenén, akkor annyira nem. Igen. Nem, mert így, akkor még nem kapott el az atmoszféra, viszont egybehallgatva meg elkap. Igen. Lehúz magával, és tényleg Justin Bonitznak ebbe a beteg, szürreális koncepciójába beránt magával. Egyébként zseniális. Mert ritka manapság az olyan lemez, amelynek ennyire mély mondani valója van. Meg ami ennyire egyéniségé tud válni kapásból az elején. Pontosan. Az igen. És nagyon kevés olyan bandánál tudjuk ezt elmondani, itt a debütlemez, és egy totál egyéni zenekart hallunk. Nyilvánvaló hatásoktól nem mentesen nyilván, de hát ezt be is vallják, hogy szeretnék visszahozni a korai Slipknotot, ugye azt már kiraséztük. Nem beszéltünk mi a Korn párhuzamokról, rengeteg helyen konkrétan Jonathan Davis-t idézően gajdol Justin, de a Kungen például olyan szinten kornos, hogy én ott nem értem, hogy a Davis-ék hogy nem tárcsázták hörögve az ügyvédjüket, hogy mi a fasz ez? Igen. Fertek itt, geci! Tehát az a Kungen annyira kornos, amennyire csak lehet
egy olyan zenekartól, amit nem Kornnak hívnak. Meg a Siló, azt hiszem pont a Siló kezdődik, egy ilyen ott is, igen. Tiszta gitárral, amiben egy ilyen félhangos fölcsúsztatás van, és az is egy az egybe Kornos, tehát a, igen, az is igen. Egy az egy. Meg a valamelyiknek a végén van a... Igen, az is egy az egybe Davis. Azt írtam is neked, amikor miközben hallgattam a lemezt, és először odaírtam, írtam is neked, hogy bazd meg, az egy az egybe a... Melyik a... Nem a Foreign Away From Me, hanem Frikonalis. Frikonalis, így van, így van. Egy az egyben az a rész, ne, nyilván a Justinosan, igen, de igen, a megközelítés igen. Hasonló. Tehát hogy mondjam, tehát ismerős, ez olyan, mint hogy a rántott húst, mit tudom én, párolt brokkolival, meg hasábburgonyával el lehet készíteni rengeteg módon. Igen. Ugyanazok a hozzávalók, de máshogy fűszerezed, és máshogy fog ízleni a kaja. Tehát például itt a nyilvánvaló hatások ellenére is egy totál egyéni és kifacsart és borult és beteg valamit alkottak a kisportnaiék, ami nekem gusztustalanul bejön, az hozzá. Igen, de hozzátenném egyébként, szerintem ezt 20 évvel ezelőtt nem tudták volna megcsinálni. Igen. Úgy mondom, tehát, hogy a kutyát nem érdekelt volna ez az album 20 évvel ezelőtt, mert tele volt a piac ilyennel. Értem már, hogy miért mondod, és így viszont igazad van. Tehát, igen. Hogy akkor a kutyát nem érdekelte volna, mert ott volt a Slipknot, ott volt a Deftones, ott volt a Korn, a Mudvayne, stb. Most viszont ez egy hiánycikk gyakorlatilag. Igen. És megtalálták azt a rést, recirkulálunk. És már nem az a durva, hogy már 80-as éveket, már a 2000-es éveket recirkuláljuk. Hát itt az ideje, mert fölnőtt azóta két generáció. Igen. Lényegében, akik nem láthattak élőben mondjuk egy Slipknotot a fénykorban, nem láthatták élőben a Mudvayne-t, teszem azt, nem láthattak élőben egy klasszik Kornt még a Szilvérával, amikor basztak mind a nem tudom mi, mint a Rocco Siffredi, megint ezt elmondom, de hát nyilvánvalóan. Igen, és szeretjük. És ez a ennek a generációnak meg itt ugyanolyan, hogy a Steel Panther-ék meg egy-egyben a Poison tényleg lemet hozzák ebbe a 2010-es, 20-as évekbe. Ugyanúgy ideje volt már a korai Steel, mert itt az ideje. Ennyi. Hogy valaki ennyi. Azt a fajta zenét, és aztán persze a tallak után visszaás az ember, hogy hogy ez innen, egyeztük, na, de jó, bazd meg. Igen. És vissza megtalálja a gyökereket, de... Súlfacin. Igen. És akár egy ilyen belépő zenekarnak a régebbi zenékhez, aha, de igen. Önállóan is megállja a helyét ez a zenekar. Mert igen, kurva jó. Igen. Technikailag full toppon van minden. Rohadtul megnézném őket élőbe. Igen, igen. Hogy ott még mit tudnak még hozzátenni, mert ha még tudnak ehhez egy picit élővarást, akkor ez valami zseni lehet. Igen, élőbe. Igen. Én félek, hogy a kisport egy picit még ennél jobban túlpörgi élőben. Aha. Mert ő neki van egy nagyon-nagyon-nagyon pörgős játéstílusa. Még Bonisra visszatérve egy szóval. Igen. Poénkodtam itt azon, hogy saját magát nem sikerült megtanítani rendesen a Screamen. De egyébként én kizártnak tartom, hogy az, ami a lemezen van, az ne azért hangozna úgy, mert ő úgy akarja. Szerintem hát is. Én egész biztos vagyok abban, hogy úgy tűnik, mintha így félúton lenne, csúszkálna egy picit a screenből tisztába és vissza. Ne, direkt. De én egész biztos vagyok benne, hogy ő ezt így akarja, igen. Ez a koncepció része. Ez pont a megborult elmének, az elme felé haladó embernek a hangja lehet. És egy újabb olyan... Tehát, meg hát aki nézte a videóit, az oktató videóit, az tudja, hogy ez az ember úgy kontrollálja a saját hangját, igen. Ahogy akarja. Tehát, igen. Hogy tényleg nagyon jó dolgokat tud művelni, úgyhogy tényleg le a kalappal az ő teljesítménye igen, előtt. Igen, és hogyha levő vagy az atipikus megoldásokra, akkor mindenképp csekkold ezt a leve. Atipikus ének megoldásokra, meg minden minden. Az egész téren. Lemez atipikus, bassz meg! Igen. Az atipikus lemez. Tehát a sláger lemeznek az ellentetjét keresed, megvan. Igen. És kurva jó. Tényleg nagyon jó. Igen. Szerintem már megszokottuk rendesen. Ennyi. Úgyhogy mondjátok el ti is, hogyha hallottátok, mert amikor kiraktuk a klippeket, akkor jöttek ott szívek, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy egészben mit mutatott nálatok ez a lemez, meg ez a sztori, meg ez az egész így összességében. Úgyhogy mindenképp írjátok meg, hogy mit gondoltok, aztán legközelebb jövünk. Ja, írjál, iratkozzál, harangozz, erre most nem tudom. Erre nem, nem. Írjál, iratkozzál, betegeljél, hogy betegeskedjél, az most nem annyira jön neki jól. Főleg egy korona idején. Azért mondtam. Igen. Elengedtem azt. Anyáskodjál.
Írjál, iratkozzál, nyerskodjál. Ciao, ciao. Pám. Köszönöm szépen, hogy kooperáltál velem, jó, nagyon jó volt. Én szemben megyek az áramlattal, meg a szabályokkal. Így van. Faszomnak.